Tali van az erdő mező élettel, a bringádat ellenőrizd, éleszt fel. Hogyha távol jársz, és a táj is más, ne feledd, hogy hol a hazád. Lesz egy pillanat, mikor úgy érzed, ez most az a perc, itt van az a hely, ahol lenned kell. A térségi kerékpárút hálózat fejlesztése című projekt megvalósítása céljából a két önkormányzat konzorciumi megállapodás. Határozottan kijelenthetem, hogy Városföld község lakosságának több évtizedes álma vált valóra ezzel a beruházással. És már most örömmel és bizakodással tekintik sajátjuknak ezt a létesítményt. Így van ez akkor is, ha mindezért nem mi áldoztunk fáradtságot, energiát, pénzt. Szeretném ezen ünnepélyes alkalmat is megragadni, hogy a település lakossága képviselőtestülete nevébe köszönetemet fejezem ki mindezért. Tisztelt városföldiek és kecskemétiek is, akik ellátogattak erre a rendezvényre. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy a köszönetüket fejezték ki. Köszönöm polgármester úrnak is a köszönő szavait, és engedjék meg, hogy egyben azonnal tolmácsoljam is dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő úr üdvözletét, akivel együtt indultunk el ennek a beruházásnak, együtt dolgoztuk ki, együtt találtuk meg annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk azt a nagyon nagy gesztust, amit kaptunk ettől a várostól viszonozni. Adni és kapni egyaránt jó, mi először kaptunk, és most nagyon nagy örömmel számunkra, hogy adhatunk, és feltétele volt annak, hogy segítséget kapjunk a jó szomszédunktól, Városföldtől, és annak lakosságától és képviselő testületétől, amikor egy borzasztóan banális, bürokratikus akadályt át kellett hágnunk, és meg kellett oldanunk azt a feszültséget, hogy hogyan kezdődhet el a gyárnak az építése. Ezt a jó kapcsolatot, amit itt kialakítottunk az elmúlt években, ezt tudjuk folytatni, és remélem, hogy a jövőben is olyan közös projekteket fogunk találni, ami legalább ilyen nagy elismerésnek és nagy örömnek szolgál, hogy tényleg nagyon sokan kijöttek erre a rendezvényre, nagyon köszönjük, és nagyon sokaknak a célját és mindennapjait fogja megkönnyíteni és segíteni. Minden jót kívánok Önöknek, Isten éltesse a községet!